Az adománytaxi 4 évvel ezelőtt jött létre, egy Facebook poszton indult az egész, és igazából az alapötlete az volt, hogy kössük össze a háztartásokban felhalmozott felesleget a vidéki mélyszegénységgel, elsősorban a kistelepülések mélyszegénységével. A mi célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet az egyenlőtlenségekre, amit az országban tapasztalatúak, és hogy valamilyen módon de aktívvá tegyük őket. Az adomány erre egy tökéletes eszköz. A mai nap egy sportnap, amit a Makkabi Sportegyesülettel csinálunk, ők sporteszközöket gyűjtöttek, és ezt 6 tanoda számára itt Nógrád megyében osztjuk szét. És most csináltunk hozzá egy ilyen kis sportnapot, hogy a helyi gyerekek is tanuljanak valamit a Hanukáról. Úgyhogy itt is van egy adományozás része, de valójában a közösségépítés és a párbeszéd, különböző emberek közötti párbeszéd a cél. Egy új kezdeményezés a Makkabi Vac életében, a Mazsihisszel közösen úgy döntöttünk, hogy adományokat gyűjtünk, elsősorban sportszereket, és sportnapot rendezünk, sportprogramokat szervezünk olyan kistérségi helyszíneken, ahol szükség van rá. Együttműködünk az adománytaxival, az adománytaxi megadta nekünk azt a lehetőséget és azt a kapcsolatrendszert, ami ehhez szükséges. Nagyon köszönjük az adományozóknak, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek a tanodáknak, hogy ilyen szép munkát végeznek, és a Makkabi Vac is és a Mazsihissz mindig fontosnak tartja majd, hogy segítse ezeket a munkákat. Úgyhogy mi számos alkalommal meg fogunk fordulni itt és a környéken. Köszönjük mindenkinek! Haxameh!